Nő. Következő játék, amit szeretnék megmutatni, meg úgy, hogy milyen az, amikor egy ilyen oldalra scrollozós játékban a scrollozást a maga hardware nem támogatja olyan nagyon jól. Ha játszottatok az Adventure Island-el, akkor tudjátok, hogy ez ilyen a Wonder Boy-nak a Nintendo-sított változata. Na ez az SG-1000-es Wonder Boy. 32 kilobájt. Ez úgy vicces lesz. Úgy figyeljétek. Tehát ez így. 86-os. És ezt 86-ban kiadták. Na. Na, így megy. Hüi. Na hát, ez teljesen más élmény. Hú. Azaz. Fú. Egy egészen más élmény. Ez a scroll. A Z80 az életéért küzd. De egész játszható, az a furcsa. Csak kurva ritkán ad gyümölcsöt. Ami szokatlan Nintendo-soknak, hogy itt nem a kontrolleren van a pause gomb, hanem a konzolon magán. Tehát ha én ezt megnyomom, ott helyben megáll. Azaz. Igen, jól látjátok, egyszerre 8 pixelt scrollozódik oldalra. Azaz. Azaz. Köszi. Hát ez nem segített. Hú. Ez egy másfajta challenge, basszus. Ez teljes... És eltűnik. Jól van, bassz meg. Azaz. Nem ad túl sok gyümölcsöt a szemét. Hú! Fuck! Bassza meg! De milyen mosolygós kis rohadék! Na vajon? És akkor én most hol kapok? Bassza meg! Ó! És nincs continue, ez nem ilyen pancsereknek van. Ez kőkemény, izé. Game over, fuck you, ennyi volt. Jaj. Közben csak becsuktam egy ablakot. Na nézzük. Egyben.
Imádom, hogy csak úgy előtte terem. Hoppa, ne. Tök jó. Ó, itt neki futni semmi esélyed. És van a Master System kontrollerben egy ilyen kis kiálló valami, ami úgy az embernek az ujjába úgy bele nyomódik. Nagyon gáz. Nem segít semmit. Tehát én azért az eredeti Nintendo kontrollerrel sem játszottam. De az is gáz, de ez meg végképp rossz. Így lehet táncolni is vele. És így után hozzászokik a szemed ahhoz, hogy a scrollozás egy hulladék, de de maga az a kontroller, ehhez fizikailag nehezen tudsz. Ó, anyád. Ó, kapsz egy M betűt végig, feltölti. Azaz. Komolyan izgulsz, hogy minden egyes ugrásod úgy jó legyen. Nem egyszerű. Főleg, hogy ez is ilyen One Hit Wonder, hogy a neve is mutatja, hogy Wonder Boy. Azaz, táncolj csak, fiú. Rohadt madárfejű. Akkor is megpróbálom. Nekem ez egy ügyem most, hogy ezt én megcsináljam. Oh. Az anyád. Egyszerűen nem érzed, mikor kéne ugrani. Ez itt mosolyog ez a kis nyavajás, és ugyanúgy felhúzza a gatyáját, mint Master Higgins. Ez kész. Faszom. Na, még egyszer. Így, lehet benne faszkodni. Úgyné. Ahogy van. Nem baj, legalább a zene oké. Még akkor is egy ilyen Master System-es hangcsip, ami egyébként nagyon trágya, de oh.
Aha. Na még egyet. Oh. Az irányítás ez nem olyan precíz. Mire rá erőszakolod a kontrollerre az akaratod, az a horror. Nem tudom, kik írták ezt a játékot, de valami nagyon szörnyű. Hú. Ilyet, ezt nem gondoltam volna, hogy ez sikerül. Hú. Oké. És beleesek. Nagyszerű. Evezzünk könnyebb vizekre. Játéktermi cucc. Ismét. Ez is SG 1000-es. Bizony, kiadtak erre is az Exiliant. Jó. Na, ez egy fokkal jobb. Igaz, a scrollozás kicsit gyenge, de... Hú... Emlékszem, mert az Exilianre ez valami 16 kilobájt, tehát nem sok. Nem tudom a Famicom verzió mennyi, de... Hú... Hú, azaz. Ez a játék, ez azért úgy. Majdnem. Azaz. Bassza meg! Na, de ez egy jó játék, érted? Ez jó! Bassza meg! De mindegy, de ez egy jó játék, érted? Ezzel lehet játszani.
Nyilvánvaló, ez egy gamepaddal, joysticka sokkal jobb lenne. Bassza meg. De ez jó! Fú, nem tudom honnan lehetne szerezni most egy gamepadot gyorsan, de... Na... Na. Na, azaz. És belevezetem direkt. Azt sem látom, hol vagyok sokszor. Hú. Na, tűnjetek el. Azaz. Ezeket a legkönnyebb kilőni. Az a jó, hogy ezeket tényleg könnyű. Ezeket nem. Hát ez... egy millió számmal jobb, mint a Wonder Boy. A faszom, ez a brokkoli. Jön a következő. Ez jó, ez jó. Ezt benne hagynám a konzolban amúgy is. Nézzük a következőt. Van egy Afterburner kazim, de az nincs összerakva. Nem mutatok egy érdekes klasszikust, amit mindenki úgy ismer, hogy ez Nintendón volt. Ebben a formájában nem. MSX-re volt, a tajvaniak átírták, és ez fut Master Systemen is. Igen! Így van! Fú, csak ehhez meg izé kell. Nem tudom az irányítást, az a baj. Nem ugyanaz, mint Nintendon.
konkrétan az a bajom, hogy nem tudom, hogy kell irányítani. Hú. És ez a játék nem könnyebb, mint... Hú. És ez a játék sokkal nehezebb, mint a Nintendo-s. Ez itt meg kell küzdeni az irányítással. Mivel az SG-1000-esnek egy gombja van, és nem kell neki sok. Jó étvágyat. Barátnőm közben eszik. Baromi nehéz az irányítás. Hiányzik az a második gomb. Aha. A kurva anyádat, csak meg vagy. Hú. Hát sok bónusz nem kapok, bassza meg. És jön a bónusz stage. És több minden cucc van benne, mint egyébként a Nintendo-sban. De mégis azt ajánlom. Azaz. Ó, gyerünk. Azaz. Azaz. Nem is tudjátok, milyen nehéz bassza meg ezt irányítani, miközben a Master System gamepadja az új begyedbe vág. Ah. Mondom ezt, miközben kivégzem egy találattal összesen. Mindegy, szóval van egy gombod. Ilyen Atari joystickot használhatsz. Azért véletlen se legyen perfekt, mi? Ho-ho-ho! Jó van azért, gyors! Azaz! Hú! Nem tudom, hogy most hogy vagyok ilyen elfogadható. Nem tudom, én úgy emlékszem Wu-ra, hogy... vagy Mu-ra...
hogy ő teljesen fehér volt, na mindegy. Azaz, csak néha az ugrás nem jön össze. Ó, fáj a nagy ujjam, komolyan. De kaptam egy életet. Ah, fuck the bonus stage, nem érdekel senkit. Stage 6. Ami hiányzik a Nintendo-sból, az, hogy Lee ott megrúgja azt a gongot. Hú. Nem is értem ezeket, miért nem adták ki újra Nintendo-ra, Master Systemre. Egy kurva jó játék. Azaz. Ó, nem akarok én vele konfrontálódni. Az ugrással kurvára meg kell küzdenem. Meg ezzel a gamepaddal, tényleg... Aki ezzel nem játszott élőben... Bele... Fúródik az ember kibaszott ujjába. De ha nem figyelsz oda egyébként, megy ez az ugrás, csak... Ó, a kurva anyád, azaz, nem fogsz velem kibaszni, te kopasz paraszt. Ho-ho. Úgy van, cumizd be! Nő. Not easy. Négy életem van. A Nintendo-sban felejtsd el, hogy életeket kapsz. Azaz. Azaz, megvan itt is a ritmus.
ez. Azaz. Aj, te. Meg lehet ezt egy rohadt gombbal is csinálni. Oh. Csak sikerüljön. Oh, ezt a kurva élek. Bocs, hogy így nyögök, de... Küzdeni kell a kibaszott konzollal. Úgy van, nehogy már azt gondold. Ajj, papi! Emlékszem, a Nintendo-sban eljutottam rohadt sokáig. Na de, erről egy külön szerintem, ebben külön fogok erről, ez jó, ez jó. Következő. Ez SG 1000-esen is jó. Tehát eddig az Exerion és a JR Kung Fu megmarad. A Wonderbolt újra fogom programozni, az nekem nem kell. Most jöjjön egy Master System játék, de ez egy japán, csak japán. Úgy hívják, hogy Machine Gun Joe. Japán, csak ez a koreai változat, tehát... Ilyen... Ettől még ez nem könnyű. Erre is gondolkodtam, hogy újra programozom. Hamar kidőlt. Aha, hogy őket lehet izének használni.
Hú! Sosem láttam még egyébként ezt a pályát. Azt a kurva anyád! Nem. Ez nem marad meg. Ez nem tetszik. Ez... Ratyi. Tehát ez jön ide. A Wonderboy mellé. A Starjackerön gondolkodom. Meglátjuk. Most jöjjön egy rendes Master System játék. Ez... Ez egy rendes maszkrom. Ebben semmi komoly nincs. Ez is 32K. Azaz. Igen, ez olyan, mint a Forma 1-es F1 rész, csak ez ilyen... Csak ez egy játéktermi játék volt. Viszont én ezekben nem vagyok jó. Ellenben ezt a játékot nem akarom tönkretenni. Ez jó. Ez egy jó játék. Lenne. Ha nem basznám el. Csak elfogom. Azt a rohadt. Ezt a suspensiont, ezt érezni lehet benne. Na, gyerünk! Persze, hogy bele kell menjél. Gyerünk! Hú! Mindig éppen, hogy cipős kanállal. Gondolom erre is jobb reflexek kellenek, mint ami nekem van. És egy kibaszott kaktusz. Nem. Gyerünk. Bassza meg a csillagát.
Igen. És ez csak az első. Mondom, erre mondják azt, hogy kell a track memorization, ami nekem nincs. Oly közel, s mégis oly távol. Ez marad, ez jó játék. Igen. És legutoljára mára, mert az Otifáncot majd külön, meg az Afterburnert is, amire elkezdtem ezt az egészet. Ezért az egy rohadt játékért. Bazd meg, V. Miattad. Még egy pár percet játszom szerintem, és aztán összerakom az Atarit. Igen, barátnő Marcán egy halk mosolya, mint láttam, hogy a Mousetrap-re gondol, illetve Jungle Hunt-ra. Ez a két játék, amiben nagyon bele van esve. Úgyhogy hajrá! Nézzük. Szintnek adjunk egy 6-ost. Hú, ez lehet sok lett. Úgy. Na igen, ez az a játék, amit úgy, nem is tudom, bele lehetne ragasztani a konzolba. Mert hogy ez lehetett volna a killer app, ha csinálnak neki egy ilyen, nem is tudom mit. Ha van elég töke a Szegának egy ilyet megcsinálni. Hogy... Hogy... Ez nem kell nekem... Ögyni. Igen, szóval ez egy elég jó játék. El is hallgattam igazából, mert maga a zene is nagyon jó benne. Legalábbis ez az egyik, a másik az nem olyan jó, mert ott megpróbálták leklónozni a Dr. Mario egyik zenéjét, amit nem kellett volna. Helyette csinálhattak volna egy ilyen original effortot, mint ez is. Legalábbis nekem aznak tűnik, ez egy origi zene. Hogy... A grafika nem olyan rossz, de igazából is erre figyel az ember, tehát... Ez egy ilyen... Dr. Mario, kész. Nem is tudok mit mondani, tehát beszélni nem tudok konkrétan, mert figyelek erre a szarra, ami egyébként nem szar. Hogy...
kurva anyját, ezt elrontottam. Na de ezt már nem fogom. Úgy. Azaz, azt nem rontottam el. Ezzel órákig el lehet lenni. Ez egy olyan játék. Főleg még ha ki is kapcsolod a zenét, még akkor sem olyan rossz. Hogy. Mindegy, ez lehetett volna a killer app. És szerintem Koreában az is volt. Úgy annó. Egy pirosat adjál már, bástya. Hogy. Hát csak szólni kellett neki. A középső vírus már el is tűnt. Így né. Lehet, hogy ráadásul ezeket a vírusokat meg rögtön onnan is szedték. Amit a Dr. Mario-ból. És csak nem ad pirosat ez a kis genya. A Dr. Hello, adjam a pirosat. Please. Kösz, kösz. Azaz. Ez az. Kaptam egy pest. És mint hogyha valami hang bennmaradt volna. De lehet, hogy csak a tápegységnek a hangja. Szóval... Ja. Megmarad a Dr. Hello, a ER Kung Fu és az Xerion. Az összes többit újra programozom. Megkeresem, hogy mit lehet rárakni. Valamilyen ilyen casual cuccot, amivel lehet nyomni. Nagyon jó. Tehát... Sega SG-1000, Master System megéri. És tényleg konzolon fut. Na, sziasztok!